Október 23 és 25-e között nyílt napot tartottak a Komáromi Ipari Szak középiskolában. Azokat a gyermekeket és szüleiket várták a megye második legjobb szakoktatási intézményébe, akik most döntik el, hogy melyik középiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat. A napokban adták át az iskola új műfőves pályáját, de egyéb fejlesztések is történtek, mondta el János, igazgató. Az intézményben folyamatos a fejlesztés, tavaly ablakokat cseréltek 40 ezer euró értékben, majd a szociális helyiségeket építették át. Erre a célra 60 ezer eurót fordítottak. Örömmel mondhatom, hogy iskolánk felszereltsége a legjobbak közé tartozik nem csupán a régióban, de országszerte. A technikai képzésre jól felszerelt termek állnak rendelkezésre, de speciális kiegészítők is segítik a gyakorlatias tudás elsajátítását. A környéken talán csak nálunk dolgozhatnak a diákok, 3 d nyomtatóval hangzott el.